40 éve ültettek egyetlen tőszőlőt, ma pedig már egy szolnoki társasház tucatnyi erkélyét hálózza be, a lakók pedig nagyon örülnek az általa adott árnyéknak, és persze a finom szőlőnek. A legalsó házban élő hölgy telepítette, talán ennek 30 éve is van, amikor innen költöztem, akkor már akkor szép volt nagyon, és egyszerűen 20 évvel ezelőtt valaki éjszaka a brahiból elvágta a tövénél. Itt lent, tehát ilyen derék magasságban. És aztán kipusztult, de ugyanonnan gyönyörű szépen kihajtott. És tehát megőrizte ugyanazt a formáját, és 20 év alatt gyönyörű szépé varázsolódott. Nagyon finom a szőlője is egyébként. Azt hiszem háromfajta, ez oltvány egyébként, tehát háromféle szőlő van összeoltva, és akkor különböző helyeken különböző termés van. Majdnem teljes, három szintet hálóznak be a levelei. Hogy ez nyáron a nap ellen a legjobb. Hát ugye télen nincs rajta levél, de nyáron ez teljes mértékben befedi erkélyeket, úgyhogy nem is kell nekik semmiféle redőny meg egyéb. A lakók elmondása szerint még a 80-as évek elején döntött úgy az egyik lenti lakó, hogy az erkélye alá ültet egy tőkét, egy olasz fajtájú szőlőből, a Krisztus véréből. Ez a szőlő nagyjából az épület építésével egy időszakban lett ültetve, 1980 környékén. Ez az egy tőke, ami itt van, ez fut fel egészen itt a második emeletig. Ez egy olasz származású szőlő, piros színű, kevés neki a cukorfoka tulajdonképpen. Akik ezt használták, ezt a szőlőt bor készítéséhez, elsősorban színezőanyagnak használják, mert kevés a cukorfoka. Ezt mi az őslakók azért rakták ide le, hogy árnyékot csinál a napsütés ellen, port lefogja, esetleg is az ajt is lefogja. Nem a termése véget van, ezt hozzá szeretném tenni. Ez a szőlő. A másik oldalban is van, szintén hasonló, a túloldalon a sarkon. Hát túlnyomó részt én gondozom. Alig 2-3 év kellett, hogy már egy szinttel feljebb kapaszkodjon, 5 év múlva pedig már a harmadik emelet lakói is örülhettek a friss hajtásoknak.